Hát kérem szépen, a cseppelművektől lassan elbúcsúzunk az északi részére jutunk, de még végezetül azért elmondom, hogy milyen nevei voltak. Hát első magyar Weiss Bertold és Weiss Manfred első értárugyára. Aztán volt Weiss Manfred RT, Weiss Manfred Művek, aztán 1950-től lett Rákosi Művek. Családilag épült az is föl, mint a Weiss időben, mert Rákosinak a öcse volt itt a vezérigazgató. Most van meg 102 évesen. Aztán lett Cseppelművek 1956. október első napjaitól, és aztán a Cseppelművek szépen megszűnt, és ma már ezt a nevet sem hordja, volt Cseppelművek, vagy volt Cseppelművek területe. Egyébként 2 négyzetkilométer, és 400 valány tulajdonosa van, igen, jelenleg. Úgyhogy sok mindent lehet belőle csinálni, és a komoly vállalkozás is a területen. Na most közeledünk a Cseppeli Szabadkikötőhöz, úti célunk vagy még célunkhoz. Hát kérem tisztelettel, a Cseppeli Szabadkikötő múltja is kötődik a Weiss családhoz. Weiss Bertold, ő volt a Budapesti Kereskedelmi Kamara egyik vezető tagja, Weiss Manfred bátyja. Egyébként közgazdasági író is volt. És a kereskedelmi kamarát fölkérték arra, hogy adjon javaslatot, hogy hol legyen kikötő a fővároson belül. Weiss Bertold gyorsan kijött, nem tudom, hallhatom. Gyorsan kijött és fölvásárolt a sváb parasztoktól, nagyon okos emberek voltak a sváb parasztok, egy csomó földet, és utána javaslatot tett arra, hogy ide kerüljön a kikötő. Tehát logikus volt, hogy ide kell kerülni, mert ez a legjobb hely. Hely erre a célra, akkor a kormány megbízást adott a tervezésre, és Gonda Béla tervezte meg az első változatát a kikötőnek, azt követően még 2 elvetélt terv született, mind a kettő áttette volna a kikötőt a Kis-Dunára, és akkor zsilipelni kellett volna, amíg zsilip még ugye nem is volt meg akkor, de ezzel számoltak. És akkor húzódott a kikötő építés hosszú éveken keresztül.